Sitkére látogattunk, ahol Gál Kristóf helyi gazdálkodó a Timak Agro Top Fosz új foszfor hatóanyagának használatáról és gyakorlati tapasztalatairól számolt be. Sitkén gazdálkodunk 800 hektáron, területi adottságok változóak, a középkötött, homokos, illetve a rába menti öntéstalajon keresztül minden megtalálható nálunk. 800 hektárból általában úgy tevődik össze a vetésszerkezet, hogy egyharmad buza, egyharmad repce és egyharmad kukorica. Az őszi vetéseknél szinte kivétel nélkül mulcs technológiával dolgozunk, tehát forgatás nélküli műveléssel. A repcénél vetéssel egy menetben egy mulcsvetőgéppel a műtrágyát kis sekélyen bedolgozzuk a talajba, és onnantól fogva a repcének amire szüksége van, azt igyekszünk mindent megadni neki. Az előző évek tapasztalata az, hogy míg nem használtam a Timakos műtrágyákat, 3-3,2 tonna volt a repce termés átlagunk üzemi szinten, és ezt a Timakos műtrágyákkal úgy érzem, hogy sikerült közel egy tonnával feljavítani. 3 éve vagyunk kapcsolatban, azóta talán az eddig legtöbb segítséget kaptam értékesítői oldalról, a Timak részéről. Úgyhogy maximálisan elégedett vagyok velük. A Gál Família Kft-nél a Timak Agro-nak a Timak Eurofertil Top 34 MPK termékét használtuk, repcében 3 mázsa per hektár, illetve buzában 2 mázsa per hektár dózissal. A Timak termékek más műtrágyákkal szemben sokkal nagyobb kálciumot tartalmaznak, meszkál hatóanyag található bennük, ez egy tengeri méz, ezen kívül biostimulátor van bennük, Fizio Plus biostimulátor, ami a gyökeresedés segíti. Foszfor védelem található bennük, TopFosz néven, mint ahogy a neve is mutatja, Eurofertil Top 34 MPK a termék, amit itt használtunk. Savanyú talajon a foszfor, alumínium és vas foszfát, míg lúgos talajon kalcium foszfát formájában kicsapódik. Így a kijuttatott foszfor jelentős része a növények számára nem hasznosul, aminek hatására a gyökérnövekedés is korlátozott. Ezeknek a káros hatásoknak a kivédésére fejlesztette a Timak Agro az új TopFosz hatóanyagát, amely a foszfor kicsapódást csökkenti. Az új TopFosz hatóanyag különböző talajtípusokhoz specializált termékcsaládok formájában érhetők el a gazdálkodók számára. Az előző év sikereiből kiindulva idéntől már több terméket is használunk. A Timak Agro biostimulátoros oldatait használjuk repcében a Fertiact és Startert, illetve a Fertileader Goldot, míg buzában a Fertileader Tonicot, Triót és a Vitált.